Jó reggelt, sziasztok! Itt vagyok ismét ennél a sziklafalnál. Ezeket a részeket már megtisztítottam. Persze van még rajta egy kis anyag, de azt inkább várom majd, hogy az eső lemossa. Ott lejön a kis zsebekbe és onnan kiszedjem. És ez az a rész, amerre megyek majd tovább. És ahonnan gyűjtöm az anyagot. Ez a terv, hogy ezt a részt megtisztítsam a mai napom. Na, kíváncsi vagyok, mit fogunk találni. Munkához is látok. Itt is van az első tányér. Innen szedtem. Erről a részről. Mutatom. Pár klassz szem azért van benne. Jó lesz. A második tányér. Igencsak hasonló mennyiség. Ugyan innen. De hát ez az, amit szeretek benne. Legalábbis ebben a helyben, hogy konstans aranyat kapunk. Viszonylag kis befektetett munkával. Nyomatni kell a tányérokat, aztán szépen gyűlik. Ez a hatodik tányér. Ez a legjobb eddig. Van benne kettő szebb darab. Ez a kettő. Az anyag, mi az egyik legjobb. Ilyen sziklák közé van beékelődve. Ez már elég régóta itt van. Jobb koncentrációjú arany összegyülemlik. Ez itt az összes anyag ebből a részből, illetve ezekről a részekről. Leviszem a folyóhoz, lássuk, mi van benne.
Ez a hetedik tányérom, és egyben messze a legjobb. Wow! Három szép szem is van benne. Ez már a tizedik tányérom, és hát az egyik legjobb egyben. Különben a második legjobb. Két szép darab van benne. Az egyik az egy kicsit karakteresebb is. Ez már nem rossz, nem rossz. Rajta vagyunk az aranyon. De gyűjtöm ugye. És hát itt már van pár szép darab ebbe. Ezek itt csak a nagyobbak. 5 darab. A 12. tányérom. És hát ebbe is van egy szép szem. Elég jó tányérokat kapok most. Szerintem egy olyan helyre érkeztem, ahol az arany koncentrálódva van. Most egybe felszippantom ezzel. Hoppá, kis pók. Van már arany bőven. Megmutatom közben, hol járok a fallal. Ez a rész ez teljesen kész. Onnan lentről is szedtem anyagot, ami nagyon jó volt. Innen is. A legutolsó tányérom az éppen innen jött, erről a részről. Szerintem innen kiszedtem legalább két szép szemet, mert az előző tányérban is volt egy. Na, és ebbe az irányba fogom folytatni tovább. Aztán majd megyünk fölfelé. Ez itt a 15. tányér, összegyűjtve a tetején. Elég apró, visszatértünk megint az apró szemekhez. De van pár szem azért egy minden tányérba. De mégis csak jobb, mint amikor nincs benne egyáltalán. Ha csak pár szem is, de ha van minden tányérba, az nagyon jó. Itt a 20. tányér, semmi extra, de ettől függetlenül egy remek. Van benne jó sok apró szem. Körülbelül ilyen tányérokat kaptam, az elmúlt 5 tányér az ilyen volt. Sok apró, de az apró az is összeadódik, szóval úgy érzem, megint csak egy jó nap lesz. Már most 4 óra körül jár az idő. Azt mondja 3:44. Szóval szerintem még egy 5 tányérra van időm. És legkésőbb 5 óra, akkor elindulok visszafele. Szóval van itt még egy tányér, ami most jött. És elég szép. Van benne pár darab, amit érdemes megmutatnom. Illetve van benne egy kis ólomgolyó is, ami szintén csak megerősít, hogy jó helyen ások, hiszen itt ülnek ki a nehezek, a fémek. A tányér tartalma, van benne pár klassz szem, illetve rengeteg apró, és itt az ólomgolyó is.
Ott az. Gyönyörű nap. Van a mai napi termés. A nagyobb szemek itt az elején. Hát elég jó nap lett, én úgy nézem. Szerintem akár egy grammos nap is meg lehet. Mindenről a falról. Azt hiszem, igen, jó napot zártunk megint. Ha jól számoltam, akkor olyan 25 tányért csináltam. Megnézzük, meg lesz-e az 1 gram. Szerintem igen. Egy hosszú túra. Aztán otthon lemérjük az aranyat. Otthonról jelentkezek. Itt vagyok a tegnapi nap eredményével. Ez igencsak jó sok arany lett. Ugye reggel 10-től este 5-ig nyomtam kin. És úgy érzem, egy jó napot zártunk. Lett pár szép darab. Mérjük le mennyi. Gram, majdnem másfél gram. Az igen. Másfél gram 7 óra ásásért kinn a folyóparton. Elég jó teljesítmény. Hát, azt hiszem, ez megérte. Na jó, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, mondjátok el, mit gondoltok. Szevasztok!